Nagy örömmel üdvözlöm Bodrogi Csongor kötet bemutatóján az egyedülteket. Olyan nagy számban jöttünk össze Bodrogi Csongor kötet bemutatóján, hogy pótszékezni kellett a galérián, az írók voltjában. A könyv, ami kijött a Könyvpont kiadó gondozásában, még Mosolyog a rég letűnt fény címet viseli, és tanulmányokat, esszéket, kritikákat tartalmaz Kosztolányiról és másokról ez a címe, és azt hiszem egy hete jött ki a nyomdából, tehát frissen mi is most vethettük először a kötetet a kezünkbe. Jelen van két beszélgetőtárs, a szerző és a kicsit a gondozója, ápolója ennek a kötetnek, Csongor Balján, Mohai V. Lajos, akit majd pár szóval bemutatok, valamint a szövegekből, a tanulmányokból, cikkekből, főleg a Kosztolányi részből részleteket olvasnak fel az esztergomi színjátszók, Marosvölgyi Gergely, Mészáros Panna, Bújdos Rozi és Müller Mátyás a következőkben, illetve zárásként. Csongort nem mindenkinek kell bemutatni, hiszen ismerősök, jó barátok is vannak itt közöttünk. 81-es születésű, azt el kell mondani, és első kötetes szerző. Az ELTE-n végzett magyar-német szakon, és saját bevallása, illetve a Szófa impresszuma alapján 19. születésnapjától ír blogot. Naplót. Bocsánat, naplót, 19. születésnapjától. Ugye 27 éves a pontosság mellette. 27 éves korától tanulmányokat és hát az ismert műfajokat, amit felsoroltam, és hát megjelenései utóbbiak voltak, tanulmányai, kritikái, sőt versei, műfordításai a Tiszatájban, a Műúton, a Forrás folyóiratban, valamint a Poliszban. Csak hogy így összegezzük. Jellegzetesen így fogalmaz a Szófa impresszumában saját magáról: kedvenc írom Kosztolányi, kedvenc regényem a Karamazov testvérek, kedvenc szavam a Voltaképp. Mellette Mohai V. Lajos, egy idősebb irodalmár nemzedék, tagjaként karolta föl Csongor kötetét. 1956-ban született Nagykanizsán, és Nagykanizsához, valamint Budapesthez is kötődik, mint író, irodalomtörténész, József Attila díjas költő és publicista. Ő is az ELTE bölcsészettudományi karán végzett a 70-es években, és 1989-ben szerezte meg nagy doktoriát, a Művelődés történeti szerepek átöröklése Kosztolányi Sárszegi regényeiben című dolgozata. Ez egy szép cím, és sok mindent takar. Hát, Németh Gézelnek írtam meg a Szegedi Masszáknak, úgyhogy muszáj volt milyen címet választani. Azt hiszem, hogy Németh Gébéle választok. Köszönöm. Szépen tudom elépet. 19. 20. századi irodalom és kultúrtörténet foglalkoztatja. Úgy tudom, hogy most éppen egy regényt ír. Jó hosszú ideje, nem tudom, hogy mi a műfaj, de próza lesz, lehet regény. És akkor zárójelben szeretném megköszönni Csongornak, hogy engem választott moderátornak. Örös Viktória vagyok, tanár, az esztergomi színjátszókör vezetője, költő és a Szófán is szerkesztői munkákat viszek. Kezdjük akkor egy szövegrésszel a beszélgetés bevezetőjét. Ég a házunk! Kosztolányi Dezső legelső fönnmaradt versét szeretném egy kicsit boncolgatni. 1890-re datálják, ekkor a kis Dezső 5 éves volt. Íme a szöveg. Magunk vagyunk, ég a házunk, kék az ablakunk. A vers kétféle, egymástól nagyon különböző, mégis lényegileg egységes olvasatot enged meg. A két olvasat különbsége az ékszó kettős jelentéséből adódik. Nézzük először is a kézenfekvőbb olvasatot. Eszerint a házunkban magunk vagyunk, azaz egyedül vagyunk, kiszolgáltatva a külső hatalmak mindenféle csapásainak.
nem számíthatunk senki másra. Nincsen jóságos Isten, aki megvédene minket. És ég a házunk, azaz kigyulladt, az életveszély tehát közvetlen és kézzel fogható. A kép ott válik szürreálissá, hogy az ablakunk viszont kék. Vajon hogyan értelmezhető ez a harmadik sor? Hát úgy, hogy a gyerek kifelé néz a házablakán és látja az eget. Vagyis látja a menekülés és szabadulás lehetőségét a fenyegető és életveszélyes lakóhelyről. Furcsa ugyanakkor, hogy a valóságban nem az ablak kék, hanem az ég. Mit jelentett tehát, hogy a gyerek az ablakot látja kéknek? Talán azt, hogy a látásunk korlátolt és tévedésekre hajlamosít. Nem az eget látjuk, hanem az ég felé vezető utat. Az eget nem látjuk. Mit mond ezek után a második olvasat? A második olvasatban az ég magát a kéklő égboltot jelenti. És mennyire másféle értelmet kap így az egész vers? A mi házunk az ég. Vajon mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy mi itt a földi életünkben építhetünk ugyan házakat magunknak, beköltözhetünk különféle otthonokba, de az igazi otthonunk az univerzum marad, akárhová is menjünk. A magunk vagyunk után ez az ég a házunk különösen megdöbbentő értelmet nyer. Azt sugallja ugyanis, hogy mi emberek vagyunk magunk. Egyedül vagyunk a világban, nem számíthatunk senki másra. A szó szoros értelmében miénk a világ. És akkor már értjük is az utolsó sort. Kék az ablakunk, vagyis ki tudunk nézni a világból. Csak hogy most már az ablakot tényleg azonosítjuk az éggel. Nem úgy, mint az első olvasatban, ahol az ablak még csak eszköz volt, hogy lássuk az eget. A második olvasatban már magát az eget látjuk. Megtörtént a csoda. Köszönjük szépen, mindennek. Kötet előszavában írja Csongor, hogy egy irodalmi barátság hívta életre ezt a gyűjteményt, ami sokat elárul a szerzőről és a beszélgető társáról, Mohai V. Lajosról. Mi hívta életre ezt a nagyon gazdag anyagot, ami hát ugye sok műfajú, és azt is megkérdezhetem, hogy hogyan vált a blogbejegyzésből és a cikkekből, kritikákból könyv? Mi a változás? Nos, tehát köszöntök én is mindenkit, hogy ennek mi a története? A története az, hogy írtam Mohai V. Lajos egyik verses kötetéről egy kritikát. Ez a kritika egyébként benne van a saját kötetemben is, egész pontosan az utolsó szöveg a könyvben. És hát ez természetesen Mohai V. Lajos elolvasta, és hát rendkívül megtetszett neki, és akkor elkezdtünk, tehát ő találkozót kínált az Astoria kávéházban, nem véletlenül ott, ennek jelentősége van, hiszen az Astoria az egy monarchia korabeli kávéház, és az egésznek a hangulata még nagyon erősen őrzi a monarchiának a mindenféle jellegzetességeit. És akkor ott a beszélgetéseink során merült föl, hogy abból a temérdek szövegből, amit én valaha írtam, kötetet kellene összehozni. És akkor kezdődött el az, hogy elkezdtem válogatni a saját magam által írt szövegek között. Ekkor döbbentem rá, hogy mennyire sok van. Hát elkezdtem így egyáltalán végignézni az anyagot, hogy mennyi, és hát kiderült, hogy közel 1000 szöveget írtam már ide-oda, itt-ott, nyilván alapvetően az interneten, és úgy szűkítettem le végül is a témát, hogy 3
hangsúlyos pontot jelöltem ki. Az egyik Kosztolányi, róla írtam nyilván a legtöbbet, meg a, hát a leginkább tudományos igénnyel, hiszen Kosztolányi volt a doktoris témám az doktori iskolában, csak aztán a disszertációt végül is nem tudtam megírni. A másik tematikus csomópont az a német irodalom. Erről olyan igazán tudományos igénnyel nem írtam soha, viszont német szakos révén ugye végigolvastam hát a legfontosabb német irodalmi műveket. És a harmadik tematikus csomópont pedig a kortárs irodalom volt. Ennek pedig az a háttere, hogy ha én elolvasok valamit, akkor szeretek róla írni. Egyszerűen szeretem megfogalmazni azt, amit gondolok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden elolvasott könyvből írtam is, de azért elég sok könyvből írtam, és ezen szövegek közül gyűjtöttem össze jó párat ebbe a kötetbe. Csak egy mondat, hogy az utolsó a magyar költészetről ez a bizonyos kötet, amiről az utolsó tanulmány szól. Köszönöm. Így van. Hallható? Én is köszöntök mindenkit. Kicsikét tágabb, visszanyúlunk egy kicsit az időben. Mégpedig 2022. januárjáig. Most elmondom a könyv előtörténetét, amiről még a Csongor se tud. 2022. januárjában, Bánki Évában beszélgettünk a Krisztina körüli Csészényi kávézóban. Ott volt a lányának rajzórája, ezért nem a Asztóriában. És akkor arról beszélgettünk, hogy, illetve hát felvetődött az a dolog, miután az Éva ismerte ennek a bizonyos utolszónak a kéziratát is, hogy van egy fiatal irodalmár, akinek, hát ő konkrétan azt mondta, hogy erről a kötetről neki kell írnia. És akkor persze ebben bemutatta Csongort nagyjából, hogy Kosztolányi mivel foglalkozik és minden egyebeket. És még egyetlen mozzanat ehhez a dologhoz hozzátartozik, hogy előtte öreg pozsonyi barátomtól, Tőzsér Árpától kaptam egy levelet. Megírtam egy szöveget, már meg fog jelenni, csak nem olvasom fel. Túlságosan hívnak tartanának, viszont kellett szemüveg hajlott koromhoz koromra való tekintete. Na mindegy. Szóval az Éva konkrétan azt mondta, ugye Bánki Éva azért nevezzük meg, hogy őkebbi nem szokott a levegőbe beszélni, bár néha túlzó megközelítésekkel él, mint az összes kanizsai. Ezt jól tudom saját magamról. Tehát azt mondta, hogy van valaki, akinek erről a kötetről kell írni, és hogy neki kell írni erről a kötetről. És akkor úgy tudom, hogy akkor talán már az Éva oda is adta a kötetet, nem vagyok benne biztos, de nagy valószínűséggel, lévén, hogy ugye ez a szöveg, ami megjelentett a forrásba, az már jó régen íródott, de az idő az használ az irodalomnak. Az irodalom hosszú táv és pihennek a szövegek, akkor az nagyon jó. Tehát akkor azt mondja, igen, és azért érdekes a dolog, most csak magamról beszélek, és elnézést, aztán többet nem beszélek magamról, mert ugye azt írja nekem a Tőzsér Árpád, hogy mindenféle hívságtól eltekintve azt mondja, hogy mindenféle nyakateket mondatokat ír. Mikrofonban. Bocsánat. Hogy mindenféle nyakateket mondatokat ír, és azt mondja, hogy ír egy-két mondatot rólam, és akkor azt mondja, hogy szóval azt akarom mondani ezekkel a nyakateket mondatokkal, amit most nem olvasok föl, hogy a kötetet minden látszólagos könnyedség ellenére is nehéz olvasmány, és a hivatásos versolvasói kritikusai számára valószínűleg könnyebb halandzsa szövegekről halandzsázni, mint a Biblia lovasainak dohogását hallgatni és értelmezni. Nem mindennapi kötet, nem csak a költészethez szolgáló utolszó. Hát miután ezt írt a Tőzsér Árpád, aminek persze nagyon örültem, akkor gondoltam, hogyha a Bánki Éva azt mondja, hogy van egy szerző, akinek erről a kötetről írni kell, akkor írja meg a kötetet, és valóban aztán úgy alakult a dolog, hogy Csongor megírta ezt a kötetet, és akkor miután az Éva is bemutatta, azt hiszem, hogy elkértem a szövegeket, elolvastam, és akkor valóban úgy alakult a dolog, hogy szombat délutánonként 2-től 3-ig
szoktuk beszélgetni az Astoria szállóban, és kialakult ennek a kötetnek a szerkezete. Én amikor már elküldte a kosztolányi tanulmányokat, meg minden más egyebet, akkor már tudtam egyébként, hogy könyv lesz belőle, annál is inkább, mert ott van Zsolt barátunk, a könyvpont kiadónak az igazgatója, vezetője, mindenese, és mondtam neki, hogy idén lesz egy kötet, amit meg kell csinálni, egy fiatal szerzői. Beszélgetéseink ugye természetesen az irodalomról szóltak, és hát ugye Kosztolányi, mint élmény, ez mindig megjelent. Na most még azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy valóban ugye a Tüzér ebben a levelében azt írja, hogy a dolgok általában összeérnek, és az idők és a terek, ez egy ilyen összeérés volt igazából az idők és a terek, és amit én megismertem a Csongorról, vagy a Csongortól a beszélgetés folyamán, azt egyébként jobb lenne, hogyha felolvasnám, mert nem biztos, hogy a szavak embere vagyok. Tehát úgy gondoltam, hogy itt jóval többről van szó, mint a Tőzsér, mint amit a Tőzsér mond, és azt mondja, azt írtam, hogy később megismerve a szerző munkáit láttam, tapasztaltam, hogy igen figyelemre jutó tehetségkért vett az irodalomba, aki rendelkezik mindazzal, amire az én szemüvegemen keresztül legalábbis szüksége van az irodalmának. Olvasottság, mértékletesség szerint. Persze mindenek előtt tehetsége, mert az irodalom az írót szól szeretetéről és az élmény varázsával. Szeretetével és az élmény varázsával párosult. Ezért úgy gondolom, hogy Bodrogi Csongor, mert az első igencsak kiérdemelt tanulmány kötetében érett és felnőtt szerző, az érettségről mindenki meggyőződhetett eddigi munkája során, és meggyőződhet világos szerkezetű és egyedi észjárású kötet alkalmával is. A felnőttség pedig azt jelenti legalábbis számomra, hogy az a felnőtt irodalmár, aki önhítség nélkül, de nem kisítően teszi a dolgát, tudja, hogy dolga van, és ezt a dolgát csak ő végezheti el, szorgalommal, kitartó munkával. Bodrogi Csongor tisztában van a feladatával. Azt írtam, hogy nagy szavak ezek, igenis nem is. Minden esetben Csongor kötetbe gyűjtött, Bodrogi Csongor kötetbe gyűjtött munkáit olvasva helyénvalónak éreztem mindazt itt és most elmondani. És ezt őszintén írtam, mert miért ne írtam volna őszintén. Sok fiatal irodalmárral találkoztam Csongor korosztályából is. Hát hogy is mondjam, könnyű nekem, mert ugye 50 éve ezzel foglalkozom, és elég sok mindent olvasgattam, meg olvasgatok esténként, meg csinálom is, amit tudok egyébként. Szóval tényleg ő egy nagyon felkészült, nagyon olvasott, nagyon szerény és nagyon becsületes irodalmár. Úgyhogy teljes egészében megérdemli ezt az első kötetet, és a legjobb pillanatban kapja meg ezt az első kötetet, szóval szerintem az élettől. Annál is inkább, mert ugye természetesen többször elmondtad neki, hogy a Kosztolányit meg kell csinálni, hogy is hívják ott a doktorit, ugye, meg kell írni a Kosztolányit, ha tetszik monográfiát, amíg megírod, addig a Szegedi Masszák monográfiája némiképpen már ugye majd túllép az idő rajta. És arról nem beszélve, hogy ugye megismertem a versrovatban az elemzéseit is, arról is valóban csak a felsőfokon lehet beszélni erről az érzékenységről, amit egyébként ez a szám elvén bemutatott, amit most felolvastunk, hogy milyen érzéke van a költészethez, a költészet elemzéséhez Csongornak. Egyetlen dolgot nem tudok, mert verseit azt még nem ismerem, majd évekkel később biztos megmutatja azt is. Ez tartozik igazából ehhez a kötethez, és én persze rendkívül boldog voltam, meg örültem annak, hogy tényleg erről a bizonyos utolszóról úgy írt, ami szóval mint amit a Tőzsér megírt egyébként, hogy valahogy így kellene. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, lévén, hogy Csongor a főszereplője a napnak. Tehát ez van. Igen, mind a ketten nagyon kedveljük Kosztolányit, ugye ez eléggé egyszerű kifejezés erre a dologra. Én azért megkérdezném tőled, hogy melyik volt az első Kosztolányi mű, amit olvastál, mert az mindig érdekes, milyen korban, milyen életkorban. Ez mindig izgalmas kérdés. Van ebben a kötetben egy 51 év flow című írásom, és ott erről szólok egyébként.
hogy hogyan alakult a viszonyom Kosztolányival, miért szerettem meg, de van másik szöveg is, amelyik erről szól, vagy egy kicsit természetesen másról. Mikor olvastam először? Hát nyilván gyerekként, és hogy miért éppen Kosztolányi tetszett meg, hogy miért vált Kosztolányi a kedvencemmé. Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy Kosztolányiban van egy hatalmas életigenlés. Tehát minden, ami az életben előfordul, az őt érdekli. Az egyik kedvenc szövegem egyébként Kosztolányi, tehát egyik kedvenc, ez így nagyon furánzik, mondjuk a körülbelül 350 szövege közül az egyik kedvencem az, amikor arról ír, hogy amikor a szemétdombról ír, hogy a szemétdomb, hát se kit érdekel egy szemétdomb, meg mi van egy szemétdombon, mert az embernek tulajdonképpen elképzelése is alig van, de amint közel megyünk egy szemétdombhoz, kiderül, hogy mennyire érdekes. Ajánlom egyébként ezt a Kosztolányi szöveget, bár fogalmam sincs már, hogy mi a címe. Minden esetre ez szerintem az egyik oka, miért Kosztolányi számomra fontos volt mindig is. Tehát ez a mindenfelé odafordulás, semmit se utasít el azonnal, tehát ez a hihetetlen életszeretet. A másik az egy másik szempont. Kosztolányi ugye a monarchia idejében született, 1885-ben, és az egész művészetét átitatja ez a kor. És ez számomra egy nagyon vonzó és nagyon izgalmas kor. Tehát a szépsége, tehát elég csak ezeket akár itt az Andrássy úton a homlokzatokat megnézni, hogy mennyire ügyeltek az emberek akkoriban arra, hogy minden, amit létrehoznak, az igényes legyen. Tehát volt ebben a korban egy ilyen vonás. És Kosztolányiban ez az igényesség, ez a szépség igény, ez nagyon erősen ott van. Hát aztán mi volt még a kérdés? Bocsánat. Hogy mi? Igen. Hát a Kosztolányitól mit olvastál először? De most ja igen, hogy mit olvastál először? Fogalmam sincs, de például biztos, hogy az általános iskolai olvasókönyvben volt egy ilyen verse, hogy mi csiklandó és édes és ravasz a tavasz. Ez így megmaradt biztosan. De bocsánat meg, és kutatóként hogy fordult Kosztolányi felé a tekintetet, ha szabad így fogalmazni? Tehát tanárok hatottak el rád? Természetesen. Amikor én elkezdtem egyetemre járni, ez 2000-ben volt, akkor éppen ugye a posztmodern irodalom tudomány meg irodalmi ízlés közepébe pottyantam így bele, és hát természetesen akkor óriási konjunktúrája volt Kosztolányinak. Egyre több fajta szövegét kezdték el felfedezni, tehát nem csak a verseit, nem csak a regényeit, hanem a publicisztikáit is. És hát volt például én bizonyos fokig a Kulcsár Szabó Ernő fémjelezte iskolának vagyok egy ilyen növendéke, de nem tudom, nyilván annyira nem ismert azok számára, akik nincsenek benne az irodalmi életben. Ő egy nagyon okos ember, de hát a nyelvezete az penetráns, tehát nem lehet. Ennek biztos nem örülni. De hát szerintem ez elég egy mondatát elolvasni mindenkinek, azonnal ráébred, hogy ezek a szövegei neki nem magyarul vannak.
megírva. Csak egy mondatot, valaki azt írta róla, irodalomtörténész, hogy az ő mondatai olyan, mintha németből fordították volna, és nyersben maradtak volna. Ez egy nagyon találó. Egyébként ez azért nagyon meg, amit elmondasz, jó persze, nyilván Kulcsár Szabó Ernő, mert nekem az volt a tapasztalatom, és az volt igazából egy ilyen kellemes élményem, hogy leszámítva valóban a korai kosztalániakat, amin erőteljesen látszanak a különféle irodalomtól, de minden fiatal ezt csinálja, ezt természetesen. Aztán kinövi. Hát pont azt, hogy te kinőtted egyébként, mert nyilván a kosztoláni hatására, szabad így fogalmazni, aki azért Arany János után a legjobban tudott magyarul. Később írásaid nyelvileg egészen különösen mások egyébként, mint az előző szövegek, és ez nagyon dicséretem. Igen, pontosan erre akartam rátérni így a gondolatom második felében, tehát hogy ez a fajta iskola aztán egyre inkább hát olyan értelemben távol került tőlem, hogy egyre inkább taszított az, amit ők a magyar nyelvvel így művelnek a tanulmányaikban. És nekem tényleg nagyon fontos volt mindig is, hogy ha irodalomról írunk, akkor az tényleg szép nyelven legyen megírva. És ebben számomra Kosztolányi például maga is minta volt. Tehát Kosztolányi nagyon sokat írt különböző szerzőkről, és ezek az írásai is nagyon, nagyon szépen vannak megírva. De például ott van Szegedi Masszák Mihály, akinek neve már elhangzott itt. Bizonyos tekintetben ő is példakép volt számomra, mert ő is egyébként, tehát, vagy ő egy nagy Kosztolányi kutató, talán a legjelentősebb az utóbbi 50 évben, és az ő szövegei azok tulajdonképpen ugyanolyan puristák, mint Kosztolányi. Tehát ha lenne benne egy idegen szó, akkor inkább nem írja le, inkább zárójelben odaírja az idegen szót, de a főszövegében csak magyar szavakat használ. Minden egy 20-as évek től írt Kosztolányi szöveget azonnal megismerhet mindenki abból, hogy nincsen bennük egyetlen egy idegen hangzású szó sem. Nyilván ez kicsit szélsőséges álláspont, tehát azért úgy nagyon nehéz írni, de Kosztolányinak sikerült. Tehát, hogy ő tényleg egy nagyon-nagyon tiszta magyar nyelven írt. És most megint nem tudom már, igazából akkor ez a Szegedi Masszák féle franciás vonal, tehát ha volt egy németes, német gondolkodásmód, akkor ez viszont a franciás. Visszatérnék ahhoz, hogy az élmény, a személyes kapcsolódás, hogy mi Kosztolányi írásművéhez, illetve hogyan alakult, hogy Kosztolányi mellé került a német irodalom, emellé pedig a mai modernnek. Mert ha nem árulok el titkot, ugye szófán belül, amikor olvasgattuk, megkaptuk a köteted anyagát még megjelenés előtt, akkor mindenki a moderneket kezdte el olvasni, és hát ugye feladta a leckét a Kosztolányi rész, mert ugye azzal régen találkoztunk már az alapművekkel, hogy miért nem a divatosabb témát vitted főhelyen, hanem miért Kosztolányi az Origó. Miközben azt mondott, hogy a Karamazov testvérek a kedvenc regényed, tehát itt több ellentmondást vélek fölfedezni. Én nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert arra utal, hogy ez a kötet így meg van komponálva, és tulajdonképpen ez nem áll nagyon messze a valóságtól, tehát nem csak úgy egymásra dobáltam az írásokat, megpróbáltam valamiféle értelmet vinni ugye, ha összeállít az ember egy kötetet, akár egy, nyilván a verses kötetnél a legerősebb ez a szempont, hogy a szövegek ugye egymással is, egymás gondolataira is felelnek, egymás gondolataira is visszautalnak, és így tovább. És az is valóban egy döntés kérdése, hogy például, ha van három tematikus súlypont, akkor milyen sorrendben következzenek ezek egymásra.
és valóban Kosztolányi áll a kötet élén. Aztán van egy elég karcsú fejezet a német irodalomról, és a leghosszabb fejezet az pedig a kortárs magyar. De a karcsú fejezetben az van, hogy a legfontosabb könyv, ugye az Eckermann-féle beszélgetések Goethével, tehát ott is azért súlyozva van a fontosság. Így van, tehát terjedelmileg egyértelműen a német rész a legkarcsú, de számomra nagyon-nagyon fontos az a rész, és örülök is, hogy nem csak Kosztolányról beszélgetünk most, hanem erről a másik két részről is. Azért felhívnám a fiatal kollégám figyelmét, hogy azt éppen ma olvasgattam a kötetet meg tegnap, hogy elég sokszor használsz ilyet, hogy alapmű, legfontosabb. Nagyon sok legfontosabb mű van egyébként az ember életében, meg az írók életében is, úgyhogy igen, most például erről sok minden eszembe jut. Nyilván ez bizonyos, akik akár stílus hibának is tekinthető, mert aki folyton szuperlatívuszokban beszél, az azért kicsit úgy degradálja a saját szövegét is, mert hát ha mindig minden a legjobb, akkor semmi se az. Ugyanakkor ez olyan, valóban olyan jellegzetes, vagy olyan gyakran jön elő, hogy ez már inkább stílus elem, mint stílus hiba talán. De hát ezt ítéljék mondjuk az olvasók. De úgy érzékelem, hogy az, amit Mohai V. Lajos mond, hogy egy érzékeny befogadó vagy, egy ilyen szeizmográf-szerű, aki, hát, ha úgy tetszik, egy új költő világával találkozva és teljes mélységében, és hát az olvasottságodat felhasználva tulajdonképpen újra elemzel valamit. Mellette azért ott van egy kritikus, mellette azért van egy irodalmár véna is, nem csak a befogadó, és ugye az előző szövegnél is hallottuk, hogy a Kosztolányinak a legkorábbi verse zsengéje elemzésekor, hogy átbillen tulajdonképpen a befogadó az értelmezőbe, és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen tanulmányok, milyen elemzések azok, amelyek téged esetleg az irodalmi művek felé irányítottak, milyen személyes élményed ért akár az egyetemen vagy azóta, amelyek meghatározóak, hogy ezt a műfajt választottad a tanulmány. Ez megint egy nagyon összetett kérdés, hiszen itt megint vissza kell mennem gondolatban az egyetemi időkre, de akár már a gimnáziumi időkre is, tehát itt most jelen van például az egykori magyar tanárom, aki számomra nagyon fontos volt, mert ő szabadjára engedett minket, hogy hagyott minket gondolkodni. Az egyetemen is hát nagyon-nagyon sok élményért, és ugye a szegedi Maszák Mihály neve elhangzott, Kúcsár Szabó Ernő neve elhangzott, de hadd említsem meg a régi nagy klasszikusokat, tehát például Szerb Antal nevét, aki számomra egy nagyon fontos, mai napig meghatározó egyéniség. Ő is azért, mert tehát úgy ír az irodalomról, hogy azt úgy élvezni lehet. Tehát, csak ott is a világirodalom és a magyar irodalom párhuzamai futnak. Igen, ez tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a német irodalom hogyan hatott a magyarra, illetve hogyan kerülhet párbeszédbe a magyar irodalommal, most így a kötetem, de visszatérve, hogy vannak olyan, ha valaki esetleg végigolvassa ezt a kötetet, nem tudom, hogy lesz-e ilyen ember, de hát végül is remélem. Mert úgy gondolom, hogy ez a 45 szöveg, ami benne van, ez... tehát általában egy ilyen típusú kötetet nem feltétlenül az elejétől a végéig olvassa le az ember, de ha mégis így tesz valaki, akkor szerintem nagyon sok ilyen belső párbeszédre fog bukkanni a szövegek között. Tehát például, hogy mit mond az egyik szöveg a monarchiáról, mit mond a másik szöveg, mit mond az egyik szöveg a kivándorlás témájáról, mit mond a másik szöveg, ezek gyakran így vitatkoznak is egymással.
Tehát, hogy van egy ilyen, hát az, ahogy az irodalom működik. Tehát az irodalom így működik, hogy ír X ember egy szöveget, Y ember azt elolvassa és reagál rá, ír ő is egy szöveget, és akkor ezek így párbeszédbe lépnek egymással. Így van, persze. Ahogy én nagy kedvencem Mirko Kovács mondja, a könyvek könyvekből születnek, ugye abból táplálkoznak, persze. Én azt mondtam egyébként, és azt is gondolom, hogy remek, ahogy szokták mondani, irodalmi vénával rendelkezik Csongor. Tehát ez a legfontosabb egyébként, hogy az affinitása megvan ehhez a szakmához is, meg ahhoz is, hogy élvezi az irodalmat. Tehát élvezi önmagát, a szövegeket, meg nyilván a munkát is, ami a szövegekkel van, tehát az alkotást is, amikor írsz. Ugye ez a legfontosabb dolog, mert az ember háta mögött nem állnak fegyverrel, ha most írja el egy regényt vagy egy verset, hanem ez vagy belülről jön egyébként, vagy pedig lektűríró lesz az ember, és nagyon gazdag, ha Amerikába születik. De hát ugye nem erről van szó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a könyv most így megjelenhetett, majd megjelent, és majd aztán remélhetőleg többi is követi. Ez nem csak a szorgalmaddal van összefüggésben, vagy a szerző szorgalmával, hanem azzal van összefüggésben, hogy óriási az affinitásod. A kultúra, a művészet, ezen belül az irodalom iránt, és azokat az élményeket, a legfontosabb mindig az élmény egyébként az irodalomban, irodalomtörténeti iskolák és minden egyebek utána következnek. Például a te korosztályodnak az a nagy problémája, akit én ismerek irodalmárokat, kritikusokat, hogy nincs meg mögöttük sem az irodalomtörténeti tudás, sem az irodalom tudományi ismeretek nincsenek, mint nem kell megjelenni a szövegbe, csak érzi az ember, hogy ott van, tehát a fogalom készített minden egyet. Úgyhogy én azt érzem, hogy neked ez megvan, szorgalmasan csinálod, ugyanakkor, ahogy most elmondtad, és ami nagyon jó egyébként, hogy ettől a Bigfa nyelvű irodalomtudománytól, ugye el tudsz jutni addig, nevezhetjük a utat Szerbantalig is, hogy élményszerűen tudod megírni azt, amit akarsz, és nagyon jó kérdéseket és nagyon jó gondolatokat vetsz föl egyébként, amit általában az emberek nem szoktak, mert szokvány kritikák, halandzsa kritikákat ugye lehet írni, ez tele van a irodalmi sajtó ezzel, lehet írni, de az, hogy valakit megfog egy mű, megérint egy mű, akkor kell írni róla. Na most azt tapasztaltam, hogy beszélgetések, hát vegyünk egy példát egyébként, ugye arról beszéltünk egyszer az Asztóriában hosszasan, hogy nekünk mennyire tetszik a Kosztolányi Csárkézának című verse, ami ugye Bass Istvánnak és Tandori között is volt ez bengeváltás e tekintetben. Tehát ezek az izgalmas dolgok egyébként, hogy hogyan jönnek elő bizonyos élmények, versek után, és ezeket a bizonyos élményeket az ember hogyan tudja továbbvinni. Ugye Németh Géza mondta, lehet, hogy meg is írta valahogy, hogy a Kosztolány, valószínűleg nem is, csak egy mondat, nem ismerjük, ugye, mert elpusztult a Kosztolányi könyvtára. Gyakorlatilag álltak 8000 kötet volt, mert bombázták ott a Logodi utcán, kigyulladt minden egyébként. No, de ugye a Németh Géza mindig azt mondta, hogy azt nem lehet tudni egyébként, hogy a Kosztolányinak mennyi a tételes filozófiai tudása milyen volt egyébként, de az, hogy mindent tudhatott korának filozófiájából, és mindent olvasott és áthasonlított, ez az írásai meglátszik. Úgyhogy ez az izgalma számomra legalábbis így már hallott koromban, hogy az ember az olvasmányélményét, meg a saját élményét hogyan tudja áthasonlítani úgy, hogy az saját eredeti művet hozza létre. No, szerintem a Csongor ezen a hosszú úton, ami nem könnyű egyébként, ezen rajta van, ha szabad így fogalmazni, magyar talanul Kosztolányi nem szeretik. Tehát ez az izgalmas a dologban ebben a tekintetben, és itt azért látszik a hát, hogy is mondjam, az első Kosztolányi dolgozatoktól az utolsó szövegekig ez az út, ami szerintem nagyon jó, mert nem kell az irodalomtudomány Bigfa nyelven művelni. Hát, jó. Bocsánat. De ezzel egyet értesz? Csongor bombázása zajlik kérdésekkel. Nem kell egyet érteni, de csak hogy te is érzed ezt, hogy...
én teljesen egyetértek azzal, hogy az élvezetnek szerintem mindig jelen kell lennie akkor, amikor az ember, hát nem is csak hogy ír, amikor egyáltalán valamit, bármit csinál, tehát ha főz, vagy nem tudom, tehát nem lehet semmit sem máshogy jól. Tehát, hogy élvezni azt, tehát, hogy nyilván itt van egy olyan szempont is, hogy amikor mondjuk tudományos dolgozatot ír az ember, akkor annak van egy csomó unalmas aspektusa, meg egyáltalán, tehát minden munkának, de alapvetően teljesen egyetértek azzal, hogy ha irodalomról írunk, akkor érződnie kell annak a szövegben, hogy hatott ránk a szöveg, és hogy megrendített minket, hogy tényleg az életünk megváltoztatta az életet. Hát igen, ahogy Rilke mondja, hogy meg kell változtatnod az életedet. Tehát, hogy semmi módon nem lehet és szabad ezt megkerülni szerintem. Minden szöveg, amit írunk, annak kell, hogy legyen egy ilyen súlya. Azt hiszem, hogy itt mellettem egy kávéházi beszélgetés nagyobb fórum előtt zajlik, és ennek az örömeit, élvezeteit megéljük mi is. Beavatódunk egy kétszemélyes, egyórás beszélgetés sorozatba, úgy ezek szerint. Azért azt szeretném megjegyezni, hogy a befogadói szempontod mellett, ugye te előolvasója vagy a Szófának, illetve van egy olyan blogod, amikor egy évnek a 12 hónapjára egy-egy számodra nagyon meghatározó műről írsz. És ez a kettő is azért egy nagyon határozott irodalmi ízlést és irányt rajzol ki a te esetedben. Tehát az érzékeny befogadó mellett van egy nagyon határozott, kialakult véleménnyel rendelkező, és mindig a véleményei pontosan indokló, tehát ha alapműről beszélsz egy Kraszna-Horkai regénynél, akkor az előtt szerepel számos indok, és ez a fajta véleményed egy számomra meglepő új módszertani poétikai eljárással, az átolvasás eljárásával is alátámasztódik, tehát hogy tulajdonképpen egyik műből a másikat egyik szerzőhöz írt záró nekrológ, Borita József Attiládra gondolok, amit ugye Kosztolányihoz írt, a másikat folytatod, és sajátos gondolatmenet az, ami kialakul ebből. Hogyan, mi ez a poét, ez az újfajta, ez az átolvasás módszertan nálad? Kicsit avasd be minket, ha lehetség. Amit az előbb említettem, hogy az irodalmi szövegek folyamatosan párbeszédben vannak egymással. Tehát van a kötetemben néhány olyan szöveg, amelyben több szöveg konkrétan is beszélget egymással. Nyilván például a Kosztolányi és József Attila című, de a javított kiadásról szólt, ott nyilván értelemszerűen a Harmonia Celestis és a javított kiadás beszélget egymással. De én most szerintem talán nem is erre utalhatott a kérdés, hanem arra, hogy a különböző szövegek, tehát mondjuk van egy írásom mondjuk egy kortárs íróról, és van egy másik írásom egy másik kortárs íróról, vagy egy harmadik írásom egy klasszikus szerzőről, hogy ezek a szövegek is párbeszédben állnak egymással. Mondok egy példát, mondjuk Csáth Géza. Csáth Géza ugye Kosztolányi Dezső unokatestvére volt, és az egyik tanulmányom az Kosztolányi Csáth Gézának című verséről szól, amely egy csodálatosan szép vers, szerintem az egyik legnagyobb Kosztolányi vers, de mondjuk ott van a tízben szerintem. Ugyanakkor a kötetben több helyen fölbukkan így Csáth Géza személye. Például írtam egy kritikát Szajbéli Mihálynak a Csáth Géza monográfiájáról, és ott is fölbukkan Csáth Géza személye.
vagy Kontra Ferenc, ő egy kortárs író, neki van egy... Szeretem is, bocsánat, csak mondom a kötet hátulján Csát középen. Igen, Csát feltűnően markáns arcú ember volt. Bocsánat. Szóval igen, tehát hogy Csát ott is előjön, ebben a novellás kötetben is előjön a csáti hang. De mindig egy picit mást gondolok Csátról, tehát mindig egy picit máshonnan nézem, és szerintem ez is valahogy természetes, hogy az irodalom kicsit ilyen dadogás is. Tehát, hogy mondunk egyszer ezt, aztán ez nem fedi le a teljes valóságot, ezért mondunk megint ugyanarról a dologról valami mást. És aztán mondunk ugyanarról a dologról egy harmadik dolgot. Egyszerűen azért, mert annyira összetettek ezek a jelenségek, hogy soha nem zárul le a diskurzus egy adott dologról. És talán ez is lehet. Ezt a gondolatot is leírhatnád majd, mert ugye folytatódik a gondolkodás, együtt gondolkodás a kötetről, az átjátszással együtt. Nem. Nem? Hát csak azon meditáltam rá, hogy ugye a Szarbél Richard kötetéről volt szó. Hát akkor nem lehetett kihagyni Csátot. De ez csak stilisztikai hiba volt, gondolkodtam, hogy azt mondtad, hogy előkerül ott is Csát neve. Igen. Az egyik meglepő a köteted olvastán az volt. Ugye? Nagyon helyes. Szeretem, ha valaki tudja. Csongornak a kötetét olvasva, ugye az egyik meglepő megállapítás, hogy ő tulajdonképpen végigolvasta Kosszolányi publicisztikáját. És hát azt is megállapítja, hogy a négyesi szemináriumok mellett ezen tanulta a szépírást Kosszolányi. És utána végig elemzed a regényekben az újságíró figurákat, és hát tulajdonképpen egy nagyon szép áthallás van itt az íróvá válás és az újságírói szemlélet között. Tehát, hogy Kosztolányi, ugye, és hát belemehetni a Bardorovat belé működése, és hát az újságírásról, az újságírásról, mint iskoláról, szépírói iskoláról mondottak alapján, gondolom azt, hogy ez is egy kiváló nézőpont, hogy te nem a nagy művek felől, hanem a publicista. Tehát ha úgy tetszik a stílus művészet másik oldaláról, a publicista Kosztolányi felől értelmezed a regényeit. És akkor talán egy kicsit térjünk rá arra a regényre, amit kedvenc regényednek mondasz, és ha esetleg még van rá mód az aranysárkányhoz való kötődésről. Már megijedtem, hogy akarom azokban. Mert arról hát az majd egy következő kötetednél is, mondjuk akkor az Enesei Diana üljen itt a helyemen. Köszönöm szépen. Az aranysárkányról? Igen. Tehát, hogy miért ő a kedves regény? Természetesen mindegyik Kosztolányi regényt nagyon-nagyon szeretem. Az Édes Annát is, a Pacsirtát is, még a Rossz Orvost is szeretem, a Nérót is nagyon szeretem. A Rossz Orvos eldöntett, de hogy regényre vagy. Igen, ilyen részletekbe most ne is menjünk bele. Következő kávéházi beszélgetés témája már alapul, igen. De hogy miért az aranysárkány? Az aranysárkány egy osztálynak a történetéről szól, tehát egy iskolában játszódik. Én ugye tanár vagyok civilben, és nagyon érdekelt mindig is egy iskolának a légköre. És az, hogy ott vannak ezek a tizenéves tanulók, és hogy mi fog velük történni aztán később az életben. Tehát, hogy volt ebben számomra mindig valami nagyon, nagyon izgalmas. Ugyanakkor az aranysárkány szerintem a boldogság regénye is. Erről pont nemrég írtam is egy rövid kis szösszenetet a szófára, hogy miért. Nem így szokták értelmezni az aranysárkányt. Általában inkább, ugye ez egy alapvetően nagyon tragikus regény. Tehát egy tanár
meg öngyilkos lesz, mert nem bírja elviselni azt a sok tragédiát, ami történik vele. Ugyanakkor én hajlamos lennék ezt a regényt inkább a boldogság felől megközelíteni, mint a boldogság regényét. És talán ezért, mert talán az aranysárkányban van a legtöbb ilyen kifejezetten idillikus, kifejezetten gyönyörű részlet az összes Kosztolányi regény közül. Tehát az első két fejezet például. Hát igen, leszámítva az első mondatot. A nyitó mondat, igen, azt akartam. Igen, de itt van ez a nyitó mondat, a pisztoly eldördült, ugye ez az aranysárkány legelső mondata. És nyilván nem árulok el olyan óriási nagy titkot, hogy ez a pisztoly el fog a végén is majd dördülni, és akkor... Igen. Van egy ilyen ugye csehovi mondás, hogy ha megjelenik egy drámában egy pisztoly, akkor az el fog dördülni. Ez egy ilyen alapdramaturgiai fogás. De nagyon érdekes, hogy ez a pisztoly ott az elején miért dördül el? És miért dördül el? Hát azért dördül el, mert elkezdenek futni. Elkezd futni Lisner Willy. És a futás az maga, hát ugye Csíkszentmihályi Mihály nemzetközi világhíres pszichológusnak volt egy úgynevezett flow elmélete. A flow elmélet azzal foglalkozott, hogy tulajdonképpen az emberek miért boldogok, vagy mitől boldogok, mitől boldog egy ember. És Csíkszentmihályi Mihálynak az volt a módszere, hogy megkérdezte az embereket, hogy mikor boldogok. És te több ezer vagy több tízezer embert megkérdezett, és az volt a döbbenetes felismerése, hogy mindenki ugyanazt mondta, akkor boldogok, amikor elfelejtik önmagukat. És ezt nevezte el flow élménynek. És az egyik ilyen legtipikusabb flow élmény az a futás. Tehát az aranysárkány elején azért dördül el a pisztoly, mert beindul egy flow élmény. És például ez valahogy ezzel a szakirodalom eddig nem foglalkozott egyáltalán. Tehát engem értekelnek az ilyen újraolvasások, hogy olvassuk újra ezeket a regényeket, és olvassuk kicsit pontosabban. Tehát, hogy a pisztoly az hát nyilván gyilkolásra készült szerszám, de nem csak ez a funkciója. Lehet egy flow élménnyel indítója is. Hát erről az majd azért írjad meg. Köszönöm szépen. És akkor a kötet bemutató zárásaként még egy Kosztolányi szöveget, és hozzá a verset, amiről a szöveg szól, hallgassuk meg az Esztergomi szöveget. És ami kijön nekünk, szeretettel mondom, hogy lent meg lehet vásárolni a könyvet, és Csongor dedikálja itt, azt hiszem, hogy bármennyi ideig, nagy örömünkre. Köszönjük szépen! Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig-mindig játszani? Akarsz-e együtt sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni véled? Rubin téját és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november. Ez utcaseprő, szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz-e játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt, színlelni sírás, cifra temetőt? Akarsz-e élni,
élni mindörökkön. Játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenne a földön. S akarsz? Akarsz-e játszani halált? Egyetlen sorát szeretném kiemelni, és örülnék, ha egy picit elcsámcsognánk rajta, pardon, ízlelgetnénk. Már megint mi másról is, mint az ember és ember közti viszonyról. A sor pedig len ez. Lehet-e némán teát inni véled? A kérdések világosak. Miért teát? Miért némán? Miért véled? Miért inni? És miért lehet-e? Arról van szó, hogy aki tud játszani, azzal lehet némán teát inni. Vagyis a néma teaívás része lesz a játéknak. A tea persze lehetne más is. Kávé, bor, sör, vodka, stb. Ám egyrészt gyerekek nem isznak alkoholt, se kávét. Másrészt a teázás hangulatához semmi sem hasonlítható. A teázás a gyermeki szív megőrzése is. De miért némán? Talán a legfontosabb szó a sorban, ha szabad itt egyáltalán fontossági sorrendet felállítani. Szerintem azért, mert az igazi megértéshez, az igazi játékhoz, az igazi önfeledtséghez, az ember és ember közti legigazi viszonyhoz fölöslegesek a szavak. Szavak csak azoknak kellenek, akik úgyse értik egymást. Aki tud némán teát iszogatni, az mindent ért. Mármint az mindent ért belőlem. Mert ez szigorúan csak intim viszony lehet. Én és te viszonya. Tegező viszony. Baráti, mély, a zsigerekig lehatoló viszony. Ezért a véled. Az egész viszony középpontjában mégis az élvezet áll. A föld javainak elfogyasztása, a létezés csodájának önfeled kielvezése. Nem bohóckodni kezdtünk mi ám el közösen, én és te, hanem inni. Meginni a világot, az életet, a teát, a tea gőzét, a létet, a gyerekkort, a szerelmet. Csak az a kérdés, hogy lehet-e, azaz, hogy hajlandó vagy-e rá, avagy képes vagy-e rá. Biztos, hogy nincsen fontosabb dolgod? Biztosan nem sietsz sehová? Biztosan van időd, hogy megmaradj gyereknek? Biztosan le tudnál ülni velem, némán teát inni? Helyetted én nem dönthetek. És akkor kezdődhet a debütáció? Kezdődhet, igaz?